Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Szántó Bezekény István Műveledés Háza és Könyvtár nevében Modoros László grafikus művész rövid történetek című kiállításának megnyitó ünnepségén. Megnyitók elején kérem fogadják nagyon sok szeretettel a Gyöngyösi Berzenab János Gimnázium muzsikus C-vegyes karának műsorát korvezető Zeke Katalin. Kicsit pedig mondani, hogy rögtön még nem a kórus fog énekelni, hanem egy kedves dalt szeretne előadni Dávid tanárulnak, hiszen a diákok a tanárul tanítja a gimnáziumban, és kicsit arra is gondoltak, hogy mi az, ami neki kedves. Akkor hallgatjuk. Tönkre ment.
akkor én is szeretettel köszöntöm a megjelent érdeklődőket, volt iskolám, vagy Öngyösi Berzenagy János gimnázium diákjai, tanárai, és természetesen Madaras László tanárurat, aki a mai délutánon kortárs grafikus művészi funkciójában vesz részt saját kiállításának megnyitóján. Mióta megkaptam a legalább annyira megtisztelő, mint amennyire ijesztő felkérést kiállító művészünktől, hogy készüljek egy megnyitó beszéddel a kiállításhoz, azóta újra és újra felötlött bennem a gondolat, hogy hát mégis hogyan fogok én szakszerű és élvezhető mondandóval előállni. A sokadik ilyen elbizonytalanodást követő pillanatban azonban egyszer homlokon csókolta a múzsa vizsgaidőszak képében. Mivel még zöldfülű, mindössze másodéves művészettörténész hallgató vagyok, szeretném a kedves egybegyűltekkel röviden megismertetni Madaras László e kiállításon szereplő képeit, azon megadott szempontok alapján, melyekhez egy-egy vizsga alkalmával nekem ragaszkodnom kell. Általában ezen vizuális analízis névre hallgató feladatoknál a legtöbb esetben egy általunk ismeretlen művet kell elemeznünk. Elsőként fontos kontextusba helyezni a képet. Amíg gimiseket vagy történelemtanárokat most rázhatja a hideg térben és időben is. Jelen esetben maradjunk Magyarországnál és a kortárs címkénél, mert így biztosan nem vesztünk pontot, és kipipálhatjuk a tulajdonképpeni korstílusba való besorolás részét is. Posztmodern. Ennyi szent, bár vannak brit tudósok, akik még ezzel is vitatkoznának. Ezek után valahogy ennél egy ügyesebb fordulattal áttérhetünk az anyagokra, színekre, egyéb formai elemekre. A festmények erőteljes színskálát vonultatnak fel, az élénk vöröstől a mélykékig. Ebből logikusan következik szakmánkban, hogy a művész hasznosítani kívánta a hideg-meleg és sötét-világos kontrasztokat, és ezért döntött az olajfestéknél, hiszen ezzel lehet a legvibrálóbb színeket is könnyedén vászonra vinni. A színeket tovább boncolgatván eljuthatna oda a kedves vizsgázó, hogy mint minden magára valamit is adó műkedvelő, a nagyobb befolyását kezdi keresgélni, ehhez példaként én most Matisse-t és a Fauve-okat választottam, akik híresen érdekeltek voltak a színelméletben, és legalább ilyen erős színeket használtak. A festék kezelésén, a formák dinamikáján és alapszintű művészeti érdeklődés segítségével már is egyszerű az abstrakció nyomait felfedezni a hátterekben, az alakok sematikusságában, a terek változatosságában egy képen belül. Az utóbb említett jellemző lehetővé teszi a vizsgázónak, hogy meggyőzően beszéljen az úgynevezett pszichológiai perspektíváról, mikor is a különböző színterek és valódi terek a képen belül külön lelki állapotokat, gondolatokat örökíthetnek meg természetesen csak a definíció szerint. A formalista megközelítéstől elkanyarodva fontos rátérni a művek szellemi eszköztárára is. Itt kerülnek szóba a szimbólumok, a narratíva a festményeken, tudatos és esetleges tudatalatti jelzők és jelzettek sokasága mellett és ellen lehet ilyen esetekben érvelni. Például itt a kórus mögött látható képen, ha megfigyelik, három alak szerepel. Kettőnek még szárnya is van, azonban szakirodalom hiányában tanáraink valószínűleg megállapítanák, hogy angyalnak nevezni őket pusztán öncélú kitaláció. A harmadik figura pedig egy kereszten van, engedtessék meg Krisztusnak nevezni. Az egyik angyal kezeit a keresztre feszített alak felé emeli. Egy ilyen egyszerű összefüggésnek a vizsgázó, ha tanult jelentéstant, szer felett örül, hiszen kisebb pontvesztési kockázattal vonhatja be a felvetését a feladatba, miszerint a kezdet és a vég jelenik meg a műben egymás mellett, egymással szemben, az angyali üdvözletre és Krisztus passiójára utalva. Végül pedig a vizsgázó szerencséjét és felkészültségét bizonyítja az, ha az analízist és felvetéseit, ritkábban tényeit be tudja illeszteni a művészről rendelkezésre álló információhalmazba, hogy azok bizonyítást nyerjenek. Ebből a szempontból kiváló pozícióban állok, hiszen azon szerencsések közé tartozom, akik tanárukként, sőt, hát mentorukként tarthatják őt számon. Az évek során megtanultam, hogy minden ma híresként számon tartott nagy művész életrajza mítoszokkal, pletykákkal, gyakran kitalációkkal van átszőve, hogy tovább emeljék hős, ilyen zseniális mi voltukat, azonban tényleges egyéniségüket nagyon gyakran vita övezi, vagy egyáltalán nincs is róla információ, nehogy sértse a legendás, csupa nagybetűs művész figuráját. Azt hiszem, az én fejemben az ilyen profilok ellentétes pólusa él tanár úrról. Mint tanár, önzetlenül odaadóan támogatja a fogékonyakat,
A kevésbé érdeklődőket pedig türelmesen tereli az alapműveltség megszerzése felé. Az évek kitartó munkája pedig ezt kiválóan illusztráló gyümölcsöket is hoz, hiszen egy diákja, akinek évek óta mestere volt, Kőműves Luca, jelenleg a Képzőművészeti Egyetemen tanul festészetet, vagy igazából akár csak annyi is elég, hogy egy forma egyen túlmutató kultúrától irtózó volt osztálytársam magától kitalálja, hogy szeretné megnézni az orosz avantgárd kiállítást a Nemzeti Galériában. Madaras László nem legenda, hanem valódi, érző, gondolkodó ember, akivel ha egyszer megtalálja a közös hangot a kedves vizsgázó, bármiről lehet beszélni, teljes komolysággal vagy teljes komolytalansággal. Épp ezért remélem, hogy kiérződik mondandómból a csak félig komoly hangvétel, amivel köszönetet szeretnék mondani neki azért, hogy annak idején ebbe az irányba terelt és biztatott, és ami miatt ma itt állhatok, és tudományosan ugyan nagyon, talán valójában azonban már kevésbé megalapozott ismertetőt tarthatok a festményéről. A hangsúlyt a talánra szeretném helyezni, hiszen leginkább mindenkinek a saját elképzelése a helyes, nincs egy végső, pontos elemzés, és még az is lehet, hogy magának a művésznek sincs. Ezután a gondolatébresztő után pedig mindenkinek kellemes nézelődést és főként gondolkodást szeretnék kívánni, mert úgy még szebb lesz a szép. A kiállítást megnyitom, köszönöm a figyelmet! Szépen, és akkor ezt a hangulatot szeretnék még egy kicsit fokozni. Egy angol zeneszerző művét énekelnék, Dona Nobis Pacem, Romagy nekünk békét. Thank you.
Bálványi címmel. Minanya tanas fanyu bendito sea.
és mi sorunk reméljük, hogy sikerült örömet szerezni a szélszületését. Nagyon szépen köszönjük a gyönyörűség, és lesnem kell, de ígérem, hogy meg fogom tanulni a hangjáteket. A Gyöngyösi Berzsa Nagy János Gimnázium muzsikus tévegyes karának műsorát, illetve Zeke Katalin karvezetőnek is a munkáját. Tehát szeretném megköszönni Tolmájer Annának a megnyitó beszédét, és azt javasolnám, hogy tekintsük meg közösen a tárlatot, utána pedig egy személyi kis fogadásra várjuk, várom itt Önöket. Köszönöm szépen! Én is hadd ragadjam meg az alkalmat, Vétervására Város Képviselő Testülete nevében. Nagyon szépen köszönöm a művész tanár úrnak, hogy elhozta nekünk ezeket a képeket, és egy kicsit Vétervására is részesedhet az alkotásokból, így testközelből is, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni ezt a csodálatos műsort, amivel készült a Berzsa Nagy János Gimnázium énekkara, illetve hát a tanárnő, aki felkészítette őket, igazán nagyon-nagyon élvezetes és nagyon szép volt. És nagyon sok sikert kívánok, és a tanárunknak pedig még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és hát úgy gondolom, hogy nem gondolom, hanem biztos vagyok benne, hogy a későbbiek során nagyon sokan meg fogják nézni, akik itt el fognak jönni és megnézik a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. És akkor szerintem nézzük meg. Tehetsük meg a tárgyat.